És nem az... tartjátok félelmetesnek ezt a kutyust? A kuvasz kutyákkal szemben rengeteg előítélet él az emberek fejében. Most megmutatjuk, hogy mi az igazság. Ők minden esetre biztosan nagyon cukik. Abszolút nincs kihalása, a kihalás veszélybe a kuvasz. Sőt, azt mondom, hogy köszönöm szépen, nagyon jól van. A falvakba, községekbe csökkent jelentősen a kuvasznak a létszáma. Közel játszik az, hogy rossz hírét keltik. Ha én kimegyek például a kutyáimmal sétálni, a kismamák a gyereküket odahozzák, mondjam, vigyázz, ne menj, mert ott egy kuvasz megy. Ugye ez volt egy pár év ezelőtt, most meg megfordult a dolog, menjél oda, mert ott a kuvasz. Szomszédban lakott két kuvasz a régi házunknál, és azok nagyon ijesztőek voltak. És bíbor? Ő nem. Amikor tanyasi világban két méteres láncon lélek kutya az élete felét, se istene, se embere nem foglalkoznak vele, az a kutya sem egy elvadult kutya, csak elsősorban abban az adott pillanatban kezelhetetlen. Ez egy állatkínzás megkötni egy kutyát. Tehát nem véletlenül lépett közbe ugye a hatóság. Mindig az emberi tényező az, ami sajnos elront egy nagy testű őrzővédő kutyát. Azért mondom, direkt nem kuvaszt mondtam, csak hanem nagy testű őrzővédő kutyát, mert ez mindegyikre jellemző. Közben 28 éve tenyésztem ezt a magyar fajtát. Csak elsődleges ellenőrzött helyről vegyenek kuvaszt, mindenféleképpen szállási lappal ellátott kutyát. Tudom, hogy egy családi kutyának egy házőrzésre, teljesen egy fiatal családhoz, kisgyerekek mellé egy simulékonyabb szokát fogok kínálni. Tanyaőrzésre, területőrzésre egy domináns, szangvinikus kant fogok ajánlani. Egy ilyen nagytestű kutya egy fegyver. Nagy fogazattal ellátva, erős, dinamikus, erőteljes kutya. Azt nevelni és tanítani kell. 3 éves korától, mikor már kezdjük etetgetni, próbálunk ráejtetni az anyatej mellé, már akkor fütyülgetünk nekik, szavakat mondunk, megismerik azokat. 4 éves kora után már kinyílik a világ, mehetnek az udvarban mindenfelé, jöhetnek gyerekek játszani vele, zajokhoz szoktatjuk. A bíbor az 5 kiskorától kezdve már szocializálom, gyerekeket behívok, viszem őt különféle olyan ingergazdag környezetbe, ahol különféle hatások érik. Mindenképpen igényel egy olyan gazdát, aki tudja, akiről tudja, hogy ő a domináns, ő az egész csapatban a falkavezér, és a kuvasz gyakorlatilag utána megtalálja maga helyét ebben a sorrendben. Egyáltalán nem ajánlom, aki ideggyenge, bizonytalan, stresszes, állandó mindentől, nyugodt, magabiztos, kiegyensúlyozott emberre való a kuvasz, de zárjában mondom az összes őrzővédőfajta, mert egy őrzővédő fajtát tartani felelősség. 3 nap oltás után póráz, menjen ki, lásson világot a kutya, menjen el a busz az orra előtt, lásson több kutyát, lásson autót, hallja, hogy gyakorlatilag a szomszédban esetleg valami autózúgás van. Minél több mindent a világból megmutat az ember a kutyának, mire 1 éves, annál jobb kutya lesz élete végéig belőle. Amikor a kutya a saját területén van, saját területén belül dolgozik, és saját területét kell őrizni, amit megszokott, és a gazdája elvárja tőle, azt védi, ha kell, az élete árán is. Most a közelebb mennék, ugatna? Az biztos. Csak próbálják. Sőt, szálljanak is be nyugodtan. Nem merek. De nem tudna a rácsvéd. Bíbor átalakult. Hát, igen. Őrzővédő. Oké, okay, bíbor, hova lettél? Gyere. Kijön, már megint nem az a kutya. Már nem a tulajdona itt, már nem Bíbor, az ő területe. Most nem simogathatlak? Ez már nem a te területed? Itt már nem bántasz? Na, szóval ezt kell az emberek felé demonstrálni, hogy ilyen integes okos kutya van a kezünkben. Most, ha bevegy a kertbe, akkor megint vált egyet. Így van. Hihetetlen. Most mi történt? Bement, és aztán kijött. Igen. Mi történt? Hát az, hogy most még együtt beszéltünk, látod, hogy az ismerőssel van ugye kapcsolatom. Aha. Még, itt volt a kapu, bementünk, ugye elmaradt ez a terület, bementünk a saját területére, és onnan visszanézett, megint van valaki a kapu előtt, oké, védeni kell. Aha. Most be kéne mennem? Igen. Most be kéne mennem? Jó, hát megpróbálom. Maradsz. Ja, nyugodtan. Én azt mondom, hogy lehet, akkor lehet maradsz. Okos, jó. Barát jött, igen? Jól van, barát. Biztos? Itt barát, biztos, jól. De most érzi, hogy félek, mert most egy kicsit van bennem egy kis félelem. Nem félni. Nem? Nem, nyugodtan. Én ha azt mondom, hogy megsimogatom, Gyere. Jól van.
ha én egy bizonytalan, gyengekezű gazdi lennék, akkor, és mondanám, hogy ön jöjjön be, akkor lehet, hogy megkalapta volna a kutya. Mert a kutya nem tudja azt, hogy mit vár el a gazdi. És önmagától próbálja megoldani ezt a helyzetet, ő akar lenni a falkavezér, de nem tudják ezt a kutyák megoldani, ami társadalom, hogy ők legyenek a falkavezérek. Előbb így kőken védte a házat, és meg a kocsit, és most megpacsitad. Azért mondom, hogy ez az intelligencia kérdése.